lenni ennek a feladatnak. Épp ezért a szervezeti fölállásnál is inkább a Honvédelmi Minisztériumot javasoltam a módosítási javaslatomban, a szakirányítást végző kormányzati szervek közreműködése helyett. Ez a második és a harmadik tehát erről szól. A hatos ajánlási pont pedig a 12. paragrafus első bekezdésével kapcsolatos, ott pedig hasonló módon, mint múltkor a honvédelmi törvénynél is, véleményünk szerint ennek a feladatnak a vezetésére a legalkalmasabb változatlanul a területe illetékes kormány megbízott szerepköre lenne, és szeretnénk, ha ezt a három módosítási javaslatunkat is befogadná a törvényjavaslat jobbítása érdekében a kormány. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Volner János képviselő úr, igen, Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először az 1-es és 11-es ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni. Mind a kettőt én javasoltam a kormányzat részére. Az 1-es pontban javasoltam azt, hogy a lakossági riasztó rendszer körébe vegyék föl az egyéb telekommunikációs eszközöket a belföldi vezetékes és mobil telekommunikációs szolgáltatás nyújtó gazdálkodó szervezetek által működtetett eszközöket is, illetve ezzel összefüggésben a 11-es pontban lakossági tájékoztatás céljára a belföldi vezetékes és mobil telekommunikációs szolgáltatás nyújtó gazdasági szervezetek eszközeit javasoljuk igénybe venni. Itt ugye egészen pontosan arra gondolunk, hogy akkor, amikor bekövetkezik egy katasztrófa helyzet, akkor ne csak a kiépített végpontok segítségével próbáljon meg, a katasztrófa védelmi rendszer segítségével próbáljon meg fölhívni a kormányzat, a lakosság figyelmét a veszélyhelyzet bekövetkeztére, hanem oly módon is lépjen velük kapcsolatba, hogy minél bőségesebb információkkal lássa el a lakosságot. Ez ugye lehet az, hogy milyen gyűjtőpontokon számíthat a lakosság arra, hogy kimenekítik onnan rövid időn belül, ez különösen egy áradás vagy egyéb ipari katasztrófa esetén különösen fontos lehet, milyen irányba kell elhagyni a települést adott esetben, milyen óvatossági intézkedéseket kell betartani, milyen óvintézkedéseket kell életbe léptetni, zárkózzanak be a lakásba, vagy éppen ellenkezőleg menjenek ki onnan, mert olyan jellegű katasztrófa helyzet várható, sötétítsenek el például egy háborús veszély esetén. Ezek mind-mind olyanok, amelyeket leginkább egy ilyen mobil szolgáltató tud biztosítani. Ezeknek az információknak a részletezettségét ezzel a hagyományos katasztrófa jelző rendszerrel gyakorlatilag nem igazán lehet biztosítani. Én arra biztatom tehát ebben az esetben a kormányt, hogy használja ki a kommunikációs vívmányokat és bátrabban éljen velük. Korondi képviselő úr javaslata pedig a 2-es pontban azt irányozza, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz kerüljön a katasztrófa védelem ügye a belügyminisztériumtól. Hát mi is képviselő társaim az egyik legfontosabb indoka ennek. Az, hogy a NATO polgári veszélyhelyzet tervezése az egy olyan követelményt ró Magyarországra, amely a NATO tagságból ered, Magyarországnak is ennek meg kell felelnie. Teljesen nyilvánvaló, hogyha egyébként is a Honvédelmi Minisztérium működik együtt a NATO-val, hogyha egyébként is katonai irányítás alatt tartják a legtöbb országban a polgári védelmet, akkor úgy gondoljuk, hogy indokolt, hogy Magyarországon is így legyen. Ez nem egy példanélkül való dolog, korábban ez a rendszer sokkal jobban működött a honvédelem felhatósága alatt, mint jelenleg. Én úgy gondolom, hogy ideje lenne visszahelyezni. Ettől különálló szervezetként szeretnénk mi a Jobbik által elképzelt kormányzati struktúrában megtartani a tűzoltóságot. Köszönöm szépen, elnök úr! Pál Tibor képviselő úr, MSZP. Elnök úr, köszönöm a szót! Tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr! 4 módosító indítványt adtunk be az előterjesztéshez. Azt a 4-et, amit valójában az általános vitában is elmondtunk, hogy mi az, ami szerintünk nem jó a törvényben. Ez foglalkozik a bírság kérdésével, az új kisadó bevezetésével, amit ugyan katasztrófavédelmi hozzájárulásnak hív a törvény. A módosító javaslatunk szól az átadott ingatlanok kártérítésének a kérdésével, valamint az önkéntes tűzoltók, a most önkéntessé váló korábban köztestületi tűzoltók
normatív finanszírozásáról. A vita első szakaszában ebből a 14-es módosító javaslatunk kerül be, amelyik a bírság kérdését veti fel. Azt mondja a törvényjavaslat, hogy egy eljárás keretén belül ugyanazon kötelezettség ismételt megszegésére újból ki lehet róni a bírságot, ami 300 és 3 millió forint közötti összeg lehet. Az, hogy legyen ilyen bírság, az világos, ezzel önmagában nincsen problémánk. Az ismétléssel van problémánk, különösen az, hogy egy eljáráson belül, vagy egy eljárás keretében többször is ki lehet róni ezt a bírságot. Ezért adtuk be azt a módosító javaslatot Varga képviselőtársam, amelyik arról szól, hogy az ismétlés lehetőségét azt vegyük ki. Én azért szomorúan vettem tudomásul, hogy míg a vita aránylag konszolidált volt itt az általános vita keretében, és egy valóban egy szakmai beszélgetés és egy szakmai vita zajlott, államtitkár is nyitott volt a vita végén a módosító javaslatokra, vagy arra, hogy a jobbító szándékot azt szívesen fogadja. Mindezek ellenére azt kellett látnom ma a bizottságüléseken, hogy egyetlen módosító javaslatot sem fogadott el a kormány. Tehát egy kicsit kétségesé tesz, hogy valóban akkor az általános vitában elhangzottaknak volt olyan fogékony fogadtatás, ami ezt a nyitottságot megalapozza. De azért én érvelek egy kicsit amellett, hogy talán ez jó lenne, hogyha elhagynánk ezt az ismétlődő bírság lehetőségét. A 18-as módosító javaslatra egy fél mondattal utalnék, ami a katasztrófavédelmi hozzájárulás, tehát ennek az adónak a kérdését veti fel. Azt gondolom, hogy ha ezeket a terheket mind összerakjuk, sőt most már hozzáteszük azt is, amit nem is olyan régen elfogadott a parlament itt néhány órával ezelőtt a hamburger adó néven ismert adót, akkor azt látjuk, hogy egyre több adó jelenik meg, egyre több teher, ami aztán később a fogyasztóknál, a vásárlóknál jelenik meg, mint a rájuk terhelt plusz kiadás. Vegyünk akár csak egy festékgyárat, ott azt jelenti, hogy a festékek árában fog megjelenni, de bármilyen más vegyi anyag gyártásával foglalkozó üzemnél ez van, akár a mosószerek, tisztítószerek esetében a háziasszonyok költségét fogja terhelni. Ha ehhez még hozzáadjuk a hamburgeradót, ez együttesen egy nagy bevásárlás összegét 5-800 forinttal is akár megnövelheti. Azt gondolom, hogy ez különösebben nehéz terhet jelent a családok számára, ezt jó lenne elhagyni. Úgyhogy azért kérem államtitkárat, hogy a bizottsági szavazás ellenére hát legyen nyitott, hogy ezt a két módosító javaslatot fogadja el, hogy ezeket a terheket ne a fogyasztókra terheljük, hanem inkább enyhítsünk az ő terheiken. Köszönjük szépen. A vita ezen szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 15-35-ig terjedő pontok alapján. Az előző vita szakaszban már tárgyalt pontok kivételével. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Nem kíván, ebben az esetben megkérdezem az előterjesztőket, Tálai András államtitkár úr, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Államtitkár úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden szeretném megköszönni a módosító javaslatoknak a benyújtását és az érvelést a parlamenti ülésen. Azt gondolom elgondolkodtató, hiszen koncepcionális kérdéseket is felvett az egyik frakció, másik minisztériumba helyezni át a katasztrófavédelmi tevékenységet. Én azt gondolom, hogy lehetősége lesz a kormánynak és a képviselőknek is arra, hogy átgondolják ezeket a módosító javaslatokat, illetve hogy a kormányzati álláspont esetleg bizonyos módosítók tekintetében megváltozzon, hiszen egy nagyon érdekes részletes vita zajlik, illetve szavazás. Augusztus 26-án pénteken 12 óráig lehet beadni a kiegészítő módosító javaslatokat, kapcsolódó módosító javaslatokat, és azt követően bár a parlamentben már nem, de a bizottságokban a vita tovább tud majd folytatódni, és hát ugye, hogyha lesz zárószavazás előtti módosító, akkor pedig akár még a parlamentben is folytathatjuk ezt a kérdést. Én még egyszer nagyon köszönöm a jó szándékú támogató véleményeket, mind az általános vitában, mind a részletes vitában, és köszönöm a kritikákat is. Egyet tudok ígérni, hogy megfontolja a kormány, és a jövőben így fog dönteni a módosító javaslatok sorsáról. Még egyszer köszönöm a vitát. Tisztelt Országgyűlés, emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés házszabálytól való eltérés fogadott el, ennek értelmében a kapcsolódó módosító javaslatokat
2011. augusztus 26-án pénteken 12 óráig lehet benyújtani, tehát várhatóan az őszi ülésszak első ülésen kerül sor a szavazásokra. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólások következnek. Elsőként megadom a szót Korondi Miklós képviselő úrnak, Jobbik, 5 percben Merjünk nagyok lenni címmel. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A Merjünk nagyok lenni sorozatom második részében Első László királyunknak szeretnék emléket állítani, aki 1046. június 27-én született Lengyelországban, Első Béla magyar király és Rixa lengyel hercegnő házasságából. Bátyja Géza pedig 1044-ben látott napvilágot. A cserhalmi ütközetben mindketten első Salamon oldalán harcoltak a besenyők ellen. Tettei legendává emelték a 22 éves Lászlót, amikor az úzok, a fekete kunok betörtek hazánkba, és a kerlés melletti döntő ütközetben egy kunharcos elrabolt egy magyar leányt, majd üldözőbe vette, legyőzte és kiszabadította. Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyától örökölte. Bátyja első Géza 1074-1077 között uralkodott, majd hirtelen meghalt. László 1077-ben lett Magyarország királya, nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. László idején állandó veszélyt jelentettek a délkeleti Kárpátokon túllakó kunok. Nagy veszélyt jelentett a kunok 1091 évi betörése, mert a király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végig pusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Halván az ország veszedelmét, László visszasietett népe védelmére. Szerencsére még idejében sikerült a kunokat utolérnie, és egy ember kivételével az egész sereget megsemmisítette, vagy fogságba ejtette. A sok hazánk ellen irányuló támadás miatt László úgy döntött, hogy megerősíti az ország határokat. Családokat telepített a néptelen területekre, majd megszervezte a közigazgatást. Templomokat, kolostorokat építtetett, és megújítatta az egyházi életet, és megalapította a Szentjobb apátságot. Befejezte a Váci székesegyházat, majd újakat épített Váradon és Gyulafehérváron. Létrehozta a zágrábi püspökséget. A kalocsai érseket Bácsra költöztette, az erdélyi érseket Gyulafehérvárra, a biharit pedig Nagyváradra. Átalakította és megszigorította az igazságszolgáltatást. Közismertek Szent László törvényei, amelyekben nagy hangsúlyt fektetett a tulajdonvédelemre. Uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és az előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Legismertebb törvénye, aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt fölakasztották. Nem volt ritka a kéz, a fül és az orrlevágás sem. Azt is büntették, aki a bűnelkövetőt futni hagyta. László irányította és szabályozta az egyház működését is. 1083-ban első István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt, 7. Gergely pápa által szentté avattatta, és ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket. 1092-ben összehívta Szabolcs településen a zsinatot, ahol szabályozták a papok házasságát, az egyházi vagyon megtartását és a családi erkölcsös életet. Sík Sándor piarista tanár, egyházi író a következőket írja Szent Lászlóról. Szinte állandóan a tenyerén hordja, a kardja élén hordja az életét, minden pillanatban kész odadobni azt az egyháznak, a hazának, egyeseknek, mindennek és mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt, a magyar ügyet és az Isten ügyét. László királynak erős volt a keze, tetszetős volt a külseje, és miként az oroszlánnak hatalmas és óriási volt a termete, így a többi ember közül vállal kimagaslott. Számos monda legenda maradt fent tetteiről, mint például a tordai hasadék, a Szent László füve látomása és pénze. Amikor a kunharcos cselt eszelt ki, és elszoratta a rabolt aranypénzt, László katonái a lovukról leugrálva a csatában nekiálltak azt összeszedni. Ezt látva László az úrhoz fordult. Uram, te segíts meg, hiszen érettet harcoltam. És ekkor csoda történt. Az Isten a kunok földre szólt aranyát egytől egyik kővé változtatta. Erdélyben, e vidéken sokáig mutogatták a különös lapos köveket, amit a nép Szent László pénzének nevezett el. 1095. július 29-én egy kisegítő csehországi hadjáratban megbetegedett és elhunyt.
A somogyvári apátság templomában temették el, és majd csak 1114-ben Kálmán király halála után II. István király vitette át Nagyváradra a Szent László által alapított templomba. III. Celesztin pápa 1192-ben szenté avatta. Szent László az Árpád-ház egyik legnépszerűbb királya volt. A jeles uralkodónk hősítetteivel és erényes életével kivívta kortársainak elismerését is. Mi magyarok méltán tartjuk őt az egyik legnagyobb királyunknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kormány részéről nem látok hozzászólási igényt, így aztán megadom a szót Ferenci Gábor képviselő úrnak, Jobbik, Magyarnak lenni büszke gyönyörűség 11, Árpád Sávosok címmel. Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsöm itt a körünkben Tálai András államtitkár urat, aki egymaga vitézül képviseli a 263 Fideszes és KDNP-s képviselőtársunkat. Tisztelt országgyűlés! Az Árpád-sáv nemzetünk egyik legmeghatározóbb szimbóluma. Egyes kutatók szerint az Árpád-sávos zászló az Álmos nagyfejedelem által megszervezett törzsszövetség zászlaja volt. A piros és fehér sávok a szövetséget kötött törzseket képviselték. A koraújkori magyar felfogást is ismerjük, hiszen Verbőci 3-as könyvében leírja, hogy a sávok a 4 ezüstös folyót, a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a Szávát jelképezik. A zászló kialakulására vonatkozóan még számos elmélet született, láthatjuk tehát, hogy rendkívül nehéz meghatározni a lobogó távoli múltba burkolózó eredetét. Pontosan ismerjük viszont első ábrázolásait. Szent István pénzein feltűnik a sávozott zászlóval ellátott királyi lándzsa, mely a korábban koronázásokon használt lándzsa volt. Az Árpád-ház tehát már egészen biztosan használta. Ez bizonyítja az is, hogy az uralkodóház első biztos címerábrázolása Első Imre királyunk címere, az Árpád-pajzs, melyet a tisztelt képviselőtársak az elnök úr háta mögött is megfigyelhetnek. A képes krónika számos iniciáljában nem csak zászlóként, de több esetben az uralkodó ruhájaként is ábrázolják. Az Árpád-házon kívül a vegyesházi uralkodók is tovább használták, így számos esetben feltűnik az Anzsuk vagy Mátyás király címer ábrázolásaiban. Rákóczi ugyancsak előszeretettel használta az általa vezetett szabadságharc idején. Mind a mai napig nemzeti címerünk része. Megtalálhatjuk továbbá a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnoksága, az Rinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, számos volt vármegye, így Sáros, Maros, Torda, Szilágy, Abaújtorna, Unk, Győr, a jelenlegiek közül pedig Győrmoson, Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye, továbbá számos település, így például Esztergom, Kisvárda, Olaszfalu, Gic, Berhida, Örvényed címerében is. Az Árpád-sáv tehát mindig is magyarságunk, és sok esetben szabadságunk jelképeként élt és él a nemzet szívében. Az erő, a hazaszeretet, a büszkeség, a meg nem alkuvás szimbóluma. Éppen ezért választotta a Magyar Gárda is jelképének azt az Árpád-pajzsot, mely a magyar parlament falán is megtalálható, és minden igaz magyar hazafi lelkében mutatja a helyes irányt. Sokan szeretnék ugyanakkor degradálni az Árpád-sávos lobogó és a pajzs jelentőségét. Az Árpád-sávos zászló ugyanis az igazakban az őszinte tiszteletet, a hazugokban pedig a rettegést váltja ki. De miért is van ez így? Az összödi hazugsággyár lepleződése után a nemzetáruló Gyurcsány kormány lemondását követelő magyarok egyként kezdték használni újra nemzetünk eme ősi jelképét, melyet az idegen szívűek és vadliberális magyar gyűlölő csatlósaik azonnal a nácizmus jelképeként kiáltottak ki. Nem volt még egy olyan kormány a világon, mely képes lett volna saját nemzete múltját és szimbólumait mocskolni, de Szolzsenyicin óta mindannyian tudjuk, hogy nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebenés nélkül ki ne mondana. A jelenlegi, magát nemzetinek mondó kormány pedig egyenruhás bűnözőknek állítja be azokat, akik magukon viselve nemzeti jelképeinket önzetlenül tesznek a közért. A magyarság számára rendkívül fontos, hogy megtalálja azt az utat, mely az erkölcsi válságba süllyedt nemzetet képes kivezetni a szakadékból. Figyelmükbe ajánlom Japánt, ahol a modern életvitel ellenére is sikeresen őrzik és ápolják a hagyományokat, és nincs olyan ember, aki szerint nem az a legnagyszerűbb dolog, hogy Japánnak született. Tisztelt honfitársaim, ma van a dicsőséges pozsonyi csata kezdetének évfordulója. Fontos, hogy végre mi, magyarok is igaz történelmünket,
nemzeti jelképeinket, így például az Árpád-sávos zászló és címer tiszteletét tanítsuk gyermekeinknek. Tekintsenek követendő példaként őseinkre, tiszteljék nemzeti ereklyéinket és jelképeinket. Legyenek büszkék arra, hogy magyarok. Ehhez azonban nem elég nemzeti együttműködésről beszélni, ehhez valódi radikális változás kell az oktatásban, valódi kulturális szabadságharc a mindennapokban. Köszönöm szépen a figyelmüket, szervezők! Nem látok kormányzati válaszra bejelentkezést, így aztán tovább lépünk. Megadom a szót Kaufer Virág képviselőasszonynak 5 percben, Ferge Zsuzsa európai polgártiszteletére címmel. Köszönöm a szót, elnök úr! Az Európai Unió 27 országának legkiválóbb polgárai közül választja ki a díjazottat a képviselők jelöltjei közül az Európai Parlament pártjaiból álló bizottság, valamint a parlament elnöke Jerzy Buzek. A kitüntetést olyan személyiségek kaphatják meg, akik a humánum, a megértés és az együttműködés értékeit erősítik életükkel, munkásságukkal és közéleti tevékenységükkel. Idén többek között Böjte Csaba ferences szerzetes és Ferge Zsuzsa szociológus vehette át a díjat. Ma Ferge Zsuzsáról szeretnék itt a tisztelt házban megemlékezni, mert meggyőződésem, hogy megtestesíti mindazt, amiért a díjat létrehozták. A magyarországi szegénység és szegregáció mögött rejlő mélyebb társadalmi összefüggéseket már akkor kutatta, amikor még beszélni sem volt szabad ezekről a jelenségekről. Nevéhez fűződik a magyar szociálpolitikai és szociális munkás képzés elindítása. Függetlenül attól éppen ki volt kormányon, Ferge következetesen képviselte a legelesettebbek érdekeit. Természetesen ő sem lehet proféta a saját hazájában. Az európai szinten elismert akadémikus tanításai egyre kevésbé találkoznak a mind türelmetlenebbé váló hazai közhangulattal, amelyet egyszerre irányítanak és szolgálnak ki azok a pártok, amelyek az éles szembenállás közepette ezen a területen meglehetős összhangban pécézik ki bűnbaknak legszegényebb polgártársainkat. Elkeserítette, amikor a hozzá elméletben közelebb álló baloldali kormány is engedett ennek a kísértésnek. Ferge élesen kritizálta az Út a munkába programot és az Egy családban egy segély elvét. A mostani kormány szegénybüntető politikája ezen az úton megy tovább, még radikálisabban szembeállítva az egyes társadalmi csoportokat, amelyhez többek között a Jobbik adja az ötleteket. A szociológus, ahogy eddig, most is elmondja, miért nem helyes végleg magukra hagyni a nyomorgókat, miért nem helyes megfeledkezni arról, hogy ezekben a családokban gyerekek is vannak, akik nem tehetnek semmiről. A szülőkre mért büntetés a gyerekeket is sújtja. Igazságos-e, hogy amikor már elég forrás van Magyarországon ahhoz, hogy megszűnjön az éhezés és fázás, mégsem jut elég étel, tüzelő, cipő a gyerekek harmadának, negyedének? Igazságos, hogy a szegény valaki akkor 10 évvel kevesebbet él, mintha jó módú. A tömegnyi igazságtalanság csökkentésében sokan sokat segíthetnek, de a fő felelősség az állami. A kormányzati politika a társadalmi egyenlőtlenségeket felülről az adókkal, arulról pedig a szegényeknek nyújtott juttatásokkal tudja kiegyenlíteni. A mindenkori kormány kezében nem a jótékonykodás és egyszeri adományozás, hanem ezek azok a valódi eszközök, amelyek a nyomort egyszer és mindenkorra felszámolhatják, ha megvan hozzá a valódi politikai akarat. Ferge Zsuzsa az univerzális szociális szolgáltatások elkötelezett hirdetője, amely a rászorultsági alapú szociális szolgáltatásokkal ellentétben nem osztja ketté és fordítja egymással szembe a társadalom szegénységben élő és felső középosztálybeli tagjait, és nem veszélyezteti a jóléti állam alapját szolgáló társadalmi szolidaritást. Ferge Zsuzsa érvei egyszerre erkölcsiek és tudományosak. Magyarországon ugyanis a gyermekek 14%-a kereső nélküli háztartásban él, és az éhezés és a funkcionális alultápláltság is előfordul. A gyermekszegénység felszámolása morális kötelességünk, ugyanakkor elemi társadalmi érdekünk is, mert enélkül nincs esély a tartós munkanélküliség, az átöröklő hátrányos helyzet megszüntetésére. Mint társadalomtudós azt tárta fel, hogy a tartós munkanélküliség, a segélyen élés nem oka, hanem tünete a problémáknak. Mint humanista a részvét és az elemi szolidaritás nevében azt javasolja, hogy a nyomorban élőktől ne vegyük el a túlélést jelentő utolsó szalmaszálat. Kedves képviselőtársaim! Sajnos korszerűtlen nézetek ezek ma Magyarországon,
Pedig mint egy önbeteljesítő profécia, úgy fogja ez a hozzáállás a problémákat tovább súlyosbítani. Rajtunk döntéshozókon múlik, hogy Ferges Zsuzsa szavait végre itthon is megfogadjuk-e, és elkezdjük-e építeni az igazságos és befogadó Magyarországot. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőasszony, a kormány jelezte, hogy írásban kíván majd válaszolni az elhangzottakra. Napirend utáni felszólalásaink végét is elértük. Az Országgyűlés nyári rendkívüli éjszakának egynapos ülését július 11-én 11 órára összehívom. Megköszönöm munkájukat, megköszönöm a jegyzőkönyvezetőknek, a főtitkárság munkatársainak, jegyzőknek, technikusoknak, hangtechnikusoknak, teremőröknek és teremszolgáknak és minden kedves munkatársunknak. Jó éjszakát kívánok!